Szeretettel üdvözlök mindenkit Szentes Robert csatornáján. Üdvözöllek, Kedves Robert! A mai témánk a emelkedési tünetek lennél. Sokat lehet hallani és olvasni a szellemi úton járó emberek, hogy vannak fizikai, érzelmi és gondolati tünetek. Beszélnél nekem, Robi, a fizikai tünetekről, mik ezek, miért jelentkeznek, meddig tartanak, milyen formában kerülnek a emberi testbe, és mik azok a tünetek, érdemes-e velük esetleg orvoshoz fordulni, vagy pedig honnan lehet tudni, hogy ezek valóban felemelkedési, vagy úgymond tisztulási folyamatok lennének. Oké, szia Sanyi, jó ismét látni téged. És rengeteg fizikai tünet van, ez lehet a derékfájástól kezdve a fejfájáson keresztül a hátfájásig. Vannak ilyen tünetek, és mindenek egy picit más az oka. A legeslegfőbb oka az, hogy ugye emelkedés van, emelkedünk, és ilyen még soha nem volt a teremtés történetében, hogy egy élő testben megyünk át ezeken a lépcsőfokokon. És ezt említettem már más videóban, hogy ezt csak a legbátrabbak vállalták be. Amikor az embernek mondjuk fáj a csípője, nagyon sok embertől hallom ezt a panaszt, hogy fáj a csípője, akkor az azt jelzi spirituálisan, hogy az ősi seb, azaz a leredukáltság, azaz érzelmi biztonság hiány, az megoldatlan. Én ezért fókuszálok ezért a traumákra, mert minden onnan ered. Tehát ha megnézik a szimptomákat, akkor alatta vannak rétegek, és legesleg alul a megoldatlan traumáink okozzák a nem kívánatos életkörülményeket. És tehát ha megoldjuk az ősi sebeinket, a traumánkat, akkor ez a csípő fájdalom is nagyon komolyan lejjebb megy, és akkor a fizikai síkon természetesen kell jól táplálkozni, sok vizet inni, masszázsra járni, nyújtani, tehát minden szögből ezt meg kell közelíteni, mert, ahogy említettem, Sanyi, nem, ilyen még nem volt a teremtésben. Van egy olyan aspektusa is, egy nagyon érdekes, ez velem is megtörtént, meg a kedvesemmel Ulival is, hogy nagyon fájt a kezem, tehát itt a jobb kezemnek ez a külső része, itt a kis ujjam alatt, és Ulinak is nagyon fájt a csuklója, de olyan eszméletlenül, és csak hogy az egyik napról másikra jött, és kiderült az, hogy ezek gyerekkori sérülések, fizikai sérülések, ő leesett a játszótéren kislánykorában a mászókáról, nekem meg volt valami, nem is emlékeztem rá, és a bokám rettenetesen fájt egy hétig. Én sokszor, mivel futottam, meg öttusáztam, még mikor Magyarországon éltem, meg itt is sokat futottam, tudod, néha az embernek kimegy a bokája, és egyszer-kétszer nagyon kényelmetlen, vagy nagyon-nagyon erős volt, és azok jöttek vissza. Tehát magyarul az égiek most minket frissítenek, ha szabad így fogalmazni, az áramköreinket frissítik, a régi traumáinkra rávilágítanak, és próbálják rajtunk keresztül feloldani. És természetesen akkor ehhez kell a belső munka, a külső munka, és tudni kell, hogy igazán mi folyik. Az a lényeg, hogy vannak olyan dolgok, amik maguktól soha nem fognak elmúlni, ezért kell a belső munka, viszont például nekem a kéz, meg ez a bokafájás, ez szépen elmúlt egy pár nap után, mivel nekem már a belső munka megvan, tehát nem állt útjában a bejövő információnak és a fénynek. Mit érdemes ilyenkor tenni? Tehát, hogy az ember ne essen kétségbe, pánikba. Tehát honnan tudja, hogy ő ezt a említettet, hogy a legbátrabbak, akik bevállalják ezt a folyamatot, önállók igen előfordulnak ezek a tünetek. És többek között ugye beszélgettünk, és ugye mondtam neked, hogy nálam is van három legfőbb emésztőrendszeri problémák. Nem tudom, te jobban szakértője vagy, gondolom, itt a megemésztetlen múltbéli eseményeknek a feldolgozásával vagyok.
pontba ellenállásba úgymond. Miket érdemes ilyenkor figyelni? Miért jönnek ezek a tünetek a legbátrabbak? Hogy említetted mondjuk azt, hogy ugye a régi korábbi traumákat fel kell oldani, de nem tudom, tehát, hogy néhány kiváltságos olyan kell lenne, akinek ezek a tünetek erőteljesen jönnének is, ha megoldja, akkor átmegy a vizsgán, ha nem tudja megoldani, akkor megbukik is a fizikai testét, hogy ezt úgy kell érteni. Igen, így is lehet érteni. Abban a folyamatban vagyunk, hogy tudod, ez a témája ennek a beszélgetésnek is, hogy emelkedés, és mik a tünetek vannak, fizikai, érzelmi tünetek. 2020. decemberében már az összes lélekszerződés alá volt írva, ami arról szólt, hogy ki fog emelkedni, és ki nem. Onnan tudjuk, hogy mi azon a listán, az emelkedők listáján vagyunk, hogy érdekel a téma, hogy igenis akarjuk, csináljuk, érezzük az érzést, és keresünk, kutatunk, segítséget keresünk. Ezért mondtam nagyon-nagyon régen, januárban azt hiszem, mikor megjelentem nálatok a képernyőn, hogy jelenek a mentorok. Tudod, én ezt az életben nem tudtam volna egyedül megcsinálni, és azt hiszem, hogy most ez egyre evidentebb. És azt tudjuk csinálni, hogy először is, aki úgy érzi, hogy ezt őt nem érdekli, erre nem képes, tudod, tehát ő távozni akar, érthető, ez egy kemény dió, és azt tudják ezek az emberek csinálni, hogy megkérik a teremtőt, megkérik az univerzumot, hogy egy békés, csöndes, fájdalommentes távozást, hogyha kaphatnának. Ők nem fognak ugye eltűnni, az egyik traumánk az a veszteségtől való félelem, tehát ők nem fognak úgy eltűnni, hogy soha nem látjuk őket, mert az emelkedettek, ahogy emelkedünk magasabb idősíkokra, mi fogjuk látni az alacsonyabb dimenziókat. Rengeteg, most már ez több éve így van, külön bolygót, ilyen háromdimenziós bolygót preparáltak, előkészítettek fel az égiek, azoknak, akik távozni szeretnének, és ezek az új 3D-s bolygók, ezek azért jobbak, mint mondjuk a régi Föld, vagy az 3D-s Matrix volt, mert itt nincsen ez a gonoszság, ez a legfelsőbb kasztnak ez a szadizása, meg tudod, ezek a fölösleges harcok, minden, tehát ott egy nyugalom, a gonosz, meg az ilyen a polaritásoktól mentes világba tudnak élni, és mint mindenhol a legfelsőbb cél az az, hogy törzsfejlődés. Tanulni, megtanulni az egyetemes törvényeket, magunkat nézni, megfigyelni, és alkalmazkodni úgy, hogy takarítjuk ki az ellenállásunkat, hogy a teremtőt tudjuk szolgálni. Tehát ez, amit javallok azoknak, akik nem emelkednek, hogy kérjék meg az univerzumot, hogy fájdalommentesen, békésen tudjanak úgy távozni, hogy ne kelljen szenvedni. Aki emelkedik, az olyan, mint egy tudod, a katonasságnál az első 3 hónap. Az, tudod, 100 fekvő támaszsal kezdünk, utána, tudod, 200 fizé húzózkodás, és rengeteget kell dolgoznunk magunkon. És ez azért pontos a belső munka, mert ennek a logikája nem evidens. Egyre evidensebb lesz, mert ahogy az égiek ébresztenek fel minket, a belső munka arról szól, hogy rengeteg traumánk van. Rengeteg ellenállásunk van, rengeteg régi, gyerekkori, tinécskori történetünk van, veszteségeink, fájdalmaink, bántások, stb. És ez az elmei struktúrában, ez jelen van. Az elme az egy ilyen felvevő készülék, az olyan, mint egy raktár. Tudod, minden ott van. Viszont ki tudjuk üríteni ezt a raktárat, de csak metódikus megközelítéssel. És ahogy emelkedünk, azaz a Föld már megemelkedett, 2012-ben, ez azt jelenti, hogy nagyon magas frekvencián van, 5D és 5. dimenziós frekvencián van, minden, ami azzal nem kompatibilis, arra nyomást tesz. Tehát ezt mi hogy érezzük, hogy fáj a csípők, fáj az arc, fáj a váll, fáj belül, tudod, félelmeink vannak, szorongásaink vannak, tehát ezek
igazán azt jelzik, hogy belül valami van a beltben, a raktárhelyiségben, ami nem kompatibilis ezzel az emelkedett frekvencia világa. És említettem ezt többször, de szeretném tényleg nyomatékosítani, hogy én azért fókuszáltam a belső munkára és a traumára, mert nekem, mint, hát ha szabad így fogalmazni, én megbízottja vagyok az elmének és a kvantum elmének, és ezzel segítem az embertársaimat, de én az emelkedőkre fókuszálok. Tehát engem olyanok találnak meg, akik azt mondják, hogy ez engem érdekel, emelkedni akarok, még akkor is, ha fáj, és akkor én megmutatok nekik egy olyan metódikát, egy olyan több lépéses, több tízezer lépéses valamit, ami mi átmegyünk, akkor nagyon jól leszünk. Én ezen átmentem. Tudod, hogy te is az előző interjúnkban beszéltünk a lélek sötét éjszakájáról. Igen. És az nagyon komoly, nagyon ütős, én azon átmentem. Többször. Nekem ugye az is volt még, hogy 21 évesen kijöttem Amerikába, és akkor itt szinte teljes szerepcsere volt, majdnem, hogy egy más személyiséget vettem fel. Arról nem tudtam, persze annó, hogy a batyú, a magyar batyú, meg az eredeti programozások, azok nem tűnnek el, ugyanúgy ezeknek. És azok a nem kívánatos régi gyógyulatlan rezgések miatt lett az agyvérzés, a megoldatlan traumáktól, és így tovább. És ezt azért mondom, nekem a tisztítás nem csak angolul volt, hanem magyarul is. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dupla valami volt, de most már egy visszamenőleg már látom, hogy ennek is megvolt a maga haszna, mert legalább át tudom adni nektek, tudod, így a nyelvezetét, meg a logikáját. És látom, hogy a magyar háborús, meg a harcos múltunk, hogy mennyire befolyásolja mai gondolkodásunkat. És hogy a lélek sötét éjszakája, ha egy picit kitérhetek erre, mert a múltkor már említettük, ez egy szimptoma sorozat, ami azt jelenti, hogy fáj. Fáj a testünk, fáj, szorongunk, félünk. De ezt a belső munkával el lehet engedni. És minél többet engedünk el, annál magasabb rezgést tudunk elfogadni. Még egy utca, hogy akik dolgoztak velem, vagy tényleg dolgoznak ezzel a nagyon mély, az elmei tisztítással, az biztos látja, hogy először elengedünk valamit, de ilyen jó, trükkös, meg mélyen vannak dolgok, erről is meg tudok beszélni, és ha érdekel, hogy neked a bél problémák, meg tudod az emésztési problémák, nekem is nagyon domináns volt. És mikor kitakarítunk valamit, akkor először egy ilyen megkönnyebbülés. És nagyon jól érezzük magunkat, már olyan szinten, hogy lehet, hogy nagyon fáradtak vagyunk, de olyan, mintha egy tonna kő leesett volna rólunk. Utána egy 3-4 nap, akár egy hétig ilyen maci vagyunk, ezért szédülünk, meg minden. És utána meg a testünk elkezd fájni. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy olyan, mintha ilyen légúti problémái vannak, vagy lennének, vagy gyulladás, és ez nem azért van, mert valami rosszat csináltak, hanem akkor jön be a fény. Minél többet engedünk el a jó metodikákkal, annál több fényt fogadunk el, és a fény, ugye, ami egy új, jönnek be a CME-k, ezek a napkódok, meg a szolárkódok, bemennek arra a helyre, ebbe a elme raktárhelyiségre, amit mi már kitakarítottunk. És ez egy kicsit ilyen logikátlan, vagy nem intuitív, mert akinek nincsenek mentorjai, és valami oknál fogva rátalál egy kis elengedő technikára, és akkor elkezd utána nagyon fájni a teste, és azt mondja, hú, valamit rosszul csinálok. De nem így van. Ez olyan, mint mikor az ember, ahogy mondtam már más videóban, hogy bedurran az izma, mert egy jó gyúrt. Tehát tudod, az egy jó jel, de nem jó érzés. És a te esetedben például az emésztési gondok, ami nekem nagyon domináns volt, az ugye magas síkon, tehát ilyen egyszerű pszichológiai szinten az a valami megemészthetetlen történt velük. Általában nem egy, nem tíz, több száz, több ezer megemészthetetlen dolog van, és minél tovább visszük az idővel ezeket a történeteket, annál kevésbé érezzük magunkat biztonságban, annál inkább a fájdalom uralkodik rajtunk, és annál kevésbé látunk ki ebből a káoszból. Nekünk ugye ez a segíts kérlek, tudom, hogy beszéltünk korábban, ez a napsugár, vagy napfogat csakra.
Igen. Az a harmadik, oké, úgy hívják, oké, ez a solar plexus. És az az érzelmi központunk. Na most ez egy millió dolgot jelent. Tudom, minél jobban ismerjük az univerzumi törvényeket, az elmét, a nyelvezetet, a gyógyulást, annál finomultabb energiákra lelünk. Az emésztési gondok, az onnan jön, emészhetetlen dolgok történtek velünk, de ezen belül vannak nagyon finom, komoly finomságok. Akkor ott van a gyomrunk, ami az emészthetőség és az emészhetetlenségnek így a polaritását tárja fel. Vannak a vékony belek, amik pedig, hogy hogyan processzáltunk, amit hogyan bontottuk le, hogyan szortíroztuk. Itt már rengeteg elakadás van az emberekben, és akkor van a vastagbél, ugye, ami pedig az elengedésnek a szimbóluma, ugyanakkor a sötét asztrál hátterünknek a szimbóluma. Hát amikor ott fáj, akkor minél precízebben ismerjük a testi beszédet, a jelbeszédet, és minél inkább ismerjük az elmei a nyelvezetet meg a logikát, annál inkább rá tudunk találni arra a történetre, traumára, konfliktusra, amit fel kell oldanunk ahhoz, hogy a test helyreálljon és visszaálljon. A te esetedben, ami nekem nagyon domináns volt szintén, hogy vannak olyan elengedetlen düh rohamaink, amik ezek, amit úgy hívtam, hogy egy ego hiszti, és amikor ezt megismerjük, és elkezdjük tudni metodikusan elengedni, akkor gyógyul a test. Honnan jönnek az ego hisztik? Több tízezer helyről potenciálisan. Amikor minket trauma ér, ezt én azt beszéltem Szonyával, csak megemlítem, mert ezek nagyon fontosak. Tehát tényleg, aki nem tudja a traumáit elengedni, az egyre inkább ilyen fizikai meg mentális fájdalomba találja magát. Amikor minket trauma ér, most beszéljünk csak az első a háromról, az érzelmi, fizikai és a szexuális trauma. Az érzelmi megsértenek, lebecstelenítenek, és akkor nagyon-nagyon mérgesek leszünk. Lehet, hogy nem nyúltak hozzánk, és akkor próbálunk utól kompenzálni, akkor jönnek a passzív-agresszív viselkedési formák. Passzív-agresszió az ugyanúgy agresszió, viszont befele irányuló agresszió. Ezt az ember csinálja egy pár száz évig, pár ember ölten át, és depresszióba megy. A depresszió az egy magunk ellen fordított agresszió. És ezek az agresszív belső minták, ami a tudattalan meg a tudatalatti elmében vannak, ezek honnan jönnek? Hát fel nem oldott konfliktusokból, traumákból. Vannak ennél sokkal súlyosabbak a fizikai traumáknál, mikor minket bántanak, akkor a másodperc töredéke alatt, ugye ez az elme, ez a felvevő gép, bum-bum-bum-bum-bum, ilyen rengeteg kis filmkockát lerögzít. Most képzeld el, hogy valaki megtámad téged, mint egy kisgyerek. Vételennek érzed magad, nem érzed magad fizikailag biztonságban, nem érzed magad érzelmileg biztonságban, az a felnőtt, az egy mumus lesz, akkor már szükségünk van rájuk, mert ők etetnek, meg ők tesznek fedelet a fejünk fölött, viszont nem szeretjük őket, azt mondjuk, hogy figyelj, benne nem bízom. De maradok, mert te etetsz, meg te adod meg azt a biztonságos aspektus. És akkor ebből jön meg ez eszméletlen konfliktus. Mennék is, de maradnom kell. És ebből jönnek ki ezek az eszméletlen büntetések, ilyen önbüntetés, meg önmarcangolás. Ezt hívom a töredezett elmének, hogy ezek a professzionális, a terápia nyelven, ezek a részkonfliktusok. Ehhez kell a részterápia. Okay. Amikor ilyen fizikai trauma történik, ugye, akkor mi kinyírjuk a támadót. Ez persze az ego szépen elnyomja. Itt nincs semmi látnivaló, itt minden tökéletes. Tudod? És akkor mi ezzel a gyilkos, tomboló, pszichopata aspektussal utazunk, és akkor ezt próbáljuk lefedni. Én nem, én nagyon jó fej vagyok. Én vagyok, nézd milyen szép vagyok, és elmegyünk a fizikai síkra. Én most kaptam egy új állást, nézd milyen szép a bőröm, jaj, milyen jó hangot. Persze, belül meg egy gyilkos, pszichopata, tomboló, őrült világ van. És én ebben vagyok otthon, ebben az egymillió réteges, ilyen nagyon tomboló, asztrál világban. Ezért mondtam többször, most már dolgoztam jó páratokkal, hogy engem annyira a sztori, csak annyira érek, hogy te mondd el, hogy mi történt. Hogy emlékszel rá, és akkor én abból tudom igazán, hogy mi uralkodik
az elmében is megulakodik fel. Tehát neked például, ami nekem is volt, az, hogy bántottak minket, és mi kinyírtuk a támadót. Ebben benne van apu, benne van anyu, a tanár, a postás, mindenki benne van, kinyírtuk a félvilágot. És erről senki nem tud, nem tudják, hogy kell ezt meggyógyítani, és akkor van ez a belső örjöngés, amit mi szépen ilyen fedő történetekkel felülírunk, és ezt hívtam egy régi videóba az önéletrajznak. Csodálatos, megbízható, mosolygós, kedves férfi társad keres, persze. Aha. És az összes elnyomott, meg feloldatlan rezgés, meg teremti, meg manifestálja az eredményt, és azok, hogy honnan jön ez a sok őrület, tudod? Hát belülről. Jó. Tehát a te esetedben is tudod, rá kell feküdni akkor a traumafeloldásokra, az árnyvilágnak az integrálására, és akkor ezek a belső harcok megszűnnek, és erőt adnak neked. Tudod, a te esetedben még van egy olyan is, és nem tudom az asztrológiai hátteredet, mikor születtél? Halak vagyok. Halak? Oké. Oké. Tehát ugye neked minden jegynek megvan, én vagyok asztrológus, tehát nem is akarom, hogy az legyen a benyomás, csak tudod, hallottam, meg tanultam, meg minden jegynek van egy tipikus valami, tehát a halak ugye az álmodozó, a színész, tudod, igen. És akkor ennek van egy árnyaspektusa, ami pedig a valóságtól való szinte ilyen idegenkedés. És akkor a kettőt, ha tudod integrálni, ezt hívják zero point, vagy nulla pontnak, akkor találod meg igazán azt az aspektusodat, aki megtalálod önmagad. Tudod, vannak ezek a spiri kifejezések, hogy keresem önmagam, találd meg önmagad, de nem tudod magad megtalálni, át nem ész, van a több tízezer lépéses integrációs technikákon. Tehát én ezt javallom neked, hogy tudod, ez személyre szól, tudom, de ugyanez volt velem is. A belső dühünk, tök minden milyen jó fejek vagyunk a felszínen, a belső düh, a belső ellenállások, a harag, a düh a teremtő felé, a mások felé, a szülők felé, azokat kell integrálni, meggyógyítani, és ettől fogunk erőre kapni. Jó? Ez így jó volt? Segíted? Igen, okay. Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert én is ezt a megfelelési kényszer teljes mértékben magam van, és mindig meg akartam felelni mindenkinek. Igen. Nem kaptam meg ugye elegendő, azt szeretetem, így van. Amire vágytam gyerekként, és így próbáltam megfelelési kényszernek másnak megfelelni, és úgymond szeretetővé tenni magam. Igen. Igen, a szeretet hiány van. Igen, a szeretet hiány az egy nagyon domináns rész, és tudod, ezek nem egyszerű dolgok, mert akár tízezer részre is szét van esve. Azt hiszem, pont veled beszélgettünk így az interjún kívül, hogy olyan, mintha bedobtunk volna egy ilyen samu, ilyen nagy kalapácsot a kirakatba, csak az egész széttörik, és az, hogy igazán újra szeretve érezhessük magunkat, ezt a több tízezer részt szépen össze kell rakni, minden mozaikot visszarakni. Nagyon sok ember, meg főleg a spirituális világban azt hallom, hogy dobd ki, ez nem a tied. De ez az enyém, tőlem jön, minden a tied. Ne dobd ki, mert minden, amit kidobsz, az útják, hogy diszociáció és szeparáció, és ez eszméletlen fájdalomhoz, lelki és érzelmi fájdalomhoz vezet, plusz utána a betegségekhez. Tehát szépen vegyünk fel a kesztyűt, és akkor neked az üveget meg összerakjuk és visszarakjuk. Most ez metafora természetesen. És a szeretet hiány az egyik legkomolyabb probléma az emberiségnek, és ez lehet, hogy már 20 éve járunk terápiára, viszont erről beszélni nem elég. Erre vannak technikák, amiket alkalmazni kell mind a töredezett elmesíken, és mind az árnyi szinten. És még van az alatt még van egy energetikai szint, amit úgy hívnak, hogy ilyen kopogás, vagy nem is tudom, tapping, EFT-nek hívják. Tehát mind ez az árnyvilág, a töredezett elme és a hirtelen világ oszlopának együtt meg kell lenni oldva ahhoz, hogy mi tényleg úgy érezzük, hogy már nem keressük a szeretet. Még egy olyan nyit. Mondjad? A szeretet hiányban az egy ősi sebünk egy amúgy. Az is történik, hogy úgy érezzük nagyon mélyen, hogy nem vagyunk elegek.
Nem vagyunk elégségesek, elegendőek. Most ebből kinek nincs több ezer. Tudod, tehát sajnos nagyon egyformák vagyunk ilyenben, vagy ebből a szempontból, és az történik, és ez lesz, ez fog megváltozni így az emelkedéssel, meg az emelkedés után, hogy ha belegondolsz, én is ugyanúgy, tehát az a nálam veszélyesebb őrült, tudod, nem is volt itt a környéken, mindent megtettem a szeretetért. Most ebben olyan dolgok voltak, hogy csoda, hogy élek. Tehát minél kevésbé ismerik a hozzáférhetőségét, meg a belső elmének az integrációs technikáit, onnál inkább a fizikai síkon próbálunk szeretetet keresni. Soha nem fog menni. És azt történt, hogy a szeretetet ugye három dologhoz rendeltük hozzá, mint a humán 1.0-as verzió, ugye az első a szex, pénz és romantika. Tehát a sex, money and romance. És mindegyik egy hamis hiedelemrendszernek a szeretet, az teljesen már sokkal bővebb, sokkal tágabb fogalom, de addig nem tudjuk igazán ezt elfogadni, befogadni, megérteni, és a tulajdonosává válni, amíg mi át nem dolgozzuk magunkat a technikákon belül. És akkor ebből jön ugye a tökéletességre vágyás, a teljesítmény által próbálunk meg szerezni a visszajelzéseket, amit mi szeretetnek fordítunk, de ebben az is az érdekes, hogy ha valaki azt mondja, hogy marha jó fej vagy, ekkora zsenit, ilyen szépet, ekkor, és kiszűrjük az ego hárit. Nincs az a dicséret, az a nagy, nem fogadjuk el, még akkor is, ha tök szívből jön a másiktól, tagadunk, tárítunk, hárítunk. Tehát mondd, hogy nincs kockafej, mondd, hogy szép vagyok, nincs, gyönyörű vagy, hagyjuk már, nem is vagyok. És az egész életünk arról szól, hogy én fallal körülvesszük magunkat, mert belül ez a szeretet hiány, a szeretet hiány domináns. Akkor elindulunk befele egy belső úton. Vannak felismeréseim, hogy ott most találtam egy negatív gondolatot, találtam egy pozitív gondolatot, és ezeket felfedezzük, de az ego észreveszi, hogy mi találunk akár egy blokkot, akár egy elakadásunk, bármit, és azonnal erőteljesebben támad. Nem tudom, hogy ez jellemző-e, vagy igaz-e ez a teória, meglátásom. Miért van ez? Miért van az, hogy az ego támad, vagy? Igen, tehát egy felismerés. Felismertél valamit, beleköd másba, visszajön, próbálj lebeszélni róla, hogy hülyeség, amit mondtál, vagy amit a hülyeség az a felismerés, de próbál azonnal valami fogást találni a intuíción, vagy a meglátásod. Tehát abban a szugrásban. Igen, ez megint kemény dió, tehát a belső munka az tényleg nem a nyúlbéláknak való. Tehát az ott kemény oroszlánnak kell lenni, és szembe merni nézni a dolgokkal. Az egónak ugye megvan a maga törzsfejlődési feladata, ellenállást nyújtson, ami ellenállásban mi spirituális izmokat ki tudunk fejleszteni. Megismétlem magam, hogy ez nem megy mentorok nélkül, mert bedőlünk a saját hülyeségünknek. Elfogadjuk az ellenállást, elfogadjuk az okot, elfogadjuk a tudat, és ezért ezt nem kellett volna, tudod, csak jön a bűntudat. Az egónak van egy nagy félelme, ami most a kijövő trauma oldó és a pánik meg a szorongás oldó kurzusomba betettem, most már tényleg egy-két héten belül elérhető lesz. Az egónak a legnagyobb félelme, hogy őt felfedezik. Tudod, ahogy az embereknek is van, minden értelmes, talpra esett, bátor embernek vannak olyan dolgai, hogy ne beszéljünk róla. De nem ez a probléma. Mert ha nem csináltuk volna azt a sok idézőben hülyeséget, akkor soha nem tanultunk volna. De ezt az egó félreértelmezi, ezt hibának titulálja. Ez bűntudattal pecsételi. Szégyenbe hozza. És akkor az egész, mivel érzelmi lények vagyunk, az érzelmek vezérelnek, és nem a logika. Mind a kettő szükséges. És
Hát az ego nem akarja, hogy felfedezzük, és a legtöbb feeling, vagy ez az érzés, ez az ego termeli. Sokat dolgoztam magánkliensekkel, azokból a tapasztalatokból írtam meg az első könyvemet 2015-ben, és ezt már mondtam többeteknek is, akik dolgoztak velem, hogy nem a feelingre kell figyelni, hanem a feljövő tudatosságra, az üzenetre. Az ego sokszor azt mondja, ad egy jó érzést, már mindent tudsz, annyira jó fej vagy, sejmes hangja van, tudod, és ez azért van, mert nem akarja, hogy ahogy mi emelkedünk, engedünk el dolgokat, nem akarja, hogy ő haszontalanná váljon. Tehát ez egy ilyen önvédelmi process. Ez az emberekre ugyanígy van. Rengeteg kapcsolat abból áll, hogy az egyik próbál emelkedni, a másik meg lehúzza. És ezért vannak ilyen párkapcsolatbeli konfliktusok, mert én ebben nem hiszek. De. Csak ez az ego, nek a visszahúzó ereje, mert ragaszkodik, ez a homeosztézis ragaszkodik egy régi mentalitáshoz, egy régi energia csomaghoz, egy régi gondolkodásmódhoz. Na most, aki nem hajlandó ezt elkezdeni oldani, ő nem fog tudni emelkedni. Tudom, mivel ez a téma, hogy ők emelkednek, és ezért meglátható, hogy nagyon sok kapcsolat most esik szét. Mert az egyik emelkedik, a másik meg egózik. Meg van rekedve, nem akar magán dolgozni. Általában férfiak vannak itt. A nőknek is megvan a maga csomagja, csak rengeteg nő, aki már a spiritualitás útjára tért már 10-20 éve, az nagyon frusztrált, mert a legtöbb pasi, az meg van rekedve a fizikai síkon. Viszont az új energiák, most ugye jön a mágneses pólusváltás, az azt jelenti, hogy a férfi-női energiák helyet cserélnek, és az agyunk jobb és bal félteke. És mintha új kódokat kapna. És az fog történni, hogy egyre több férfi fog coachingot keresni, vagy segítséget kérni. Aminek én nagyon örülök, mert muszáj. Most ez marha jó, hogy emelkedünk, és megörök a földet, és csak nők lesznek. Tudod, tehát kellenek a férfiak is. De csak úgy tudunk emelkedni, hogyha tényleg elengedjük ezt a rengeteg belső konfliktust. Igaz, hogy a problémám is, hogy másoknak van-e ilyen, főleg a kifondolatában, ilyen pozitívan jó szó, hogy egy bármilyen nemes gesztus, amit kapok, szinte próbálja figyelmet kívül hagyni, és a mantráznak folyamatosabbnak meg a szörnyűség. Hát nem tudom, hogy próbatétben ezek a próbatétben most már is vette valójában. El tudja bele menni a kesztyűt, és tényleg én is azt tapasztalom, hogy azt hisz, hogy meg akarjuk őtől. Ugye a Biblia is leírja, hogy legjobb barátod nem. Ezt mondd még egyszer, mert a hang eltűnt. Az utolsó. Mondd még egyszer. Az, hogy tényleg épp az oroszlánk azt, hogy megbeszelidít az ego. Igen. Azt szoktam. És akkor ugye a legjobb barátoknál vált. Így van. Ezeket a negatív gondolatokkal itt lehet tenni, mert megmondom neki őszintén, próbáltam ezeket a negatív gondolatokat át transformálni pozitívvá, de ez olyan, mint hogyha én a sóra, sótartóra beírnám egy cukor, és akkor azt hiszik, hogy milyen jó édes lesz, közben megnyalják, és akkor ugye ott van az után sósíz, tehát mint hogy csak egy falat húznék a negatív gondolatok előtt, valami szerintem nem szembeszállni, ez nem ez a helyes megfogalmazás, hanem meg kellene nézni, hogy mit is üzenő valójában, de megnézni és elfogadni, mert ő is a része. Csak legalább már akkor próbál szerint válni, és ezt annyira rohadt nehéz megtenni. Igen. Nagyon szükségesek a mentorok.
Tehát tudod, ezt nem tudom elégszer mondani. Ne arra, hogy mondjad, hallgatlak. De mondom, tehát így az egyik legnehezebb próba. A negatív gondolatokat, negatív gondolatokat úgy tehetjük. Mert én nekem mondom, ez a pozitív gondolkodás, ez bejött egy ideig óráig. Aztán nem, mint hogyha még nagyobb erőt adtam volna. Mert ugye a pozitív gondolatok, a negatív, azt a rengeteg negativitást, amit élet során veszettél, vagy mielőtt átértél el az útra, azt egy pozitívan el akarod lényegében el akarod zárni. De ez csak még nagyobb erővel tört. Igen. Ha jó a meglátásod, de nyilván nem meg jó. Nem vagy a szakmai. Igen. Nekem tetszett, amit mondtál, hogy a sorra ráérjük, hogy cukor. De tényleg ez az önállítás. Ezt tudjuk, hogy illúzió. A angolul ezt, nem tudom magyarul mi az, de van egy illúzió. Tehát az emberek illúzióba élnek. E fölött van egy olyan, amit úgy hívják angolul, hogy delusion, delúzió, nem tudom. És a fölött van, amit úgy hívják, hogy realitás, a valóság. Tehát a legtöbb ember itt van, egy totál illúzióba, egy másik fátyol alatt, és ebben a két világ ba hiszik az igazságot, vagy keresik. De nem, az igazság az itt van fönt. És hogy tudunk ide kijutni, hogy megint a belső munka, ami egy nagyon precíz, több tízezer lépéses munka. És a negatív gondolatok, ugye ezt én is úgy tanultam, meg mentoroktam, én is 30 évig jártam terápiára, mert itt fájt, ott fájtam, ott fájt, azt összestem agyvérzésbe. És amikor elkezdtem az igazi belső munkát csinálni, akkor jöttem rá, hogy ha nem nézünk szembe azzal, ami minket megijeszt, vagy bosszant, vagy kellemetlen, vagy kényelmetlen, kivégez minket, végez velünk. És ma már nem tartunk ott, mivel itt van az eszméletlen komoly külső nyomás, az emelkedés, meg a frekvenciák, nem tartunk ott, hogy lábujjhegyen járjuk. Ott van, aki mondás, hogy veled semmi rossz nincs, te olyan jó, olyan édes, egy francot. Tele vagyunk konfliktussal, és ha ezt az ember bevállalja, akkor azt mondja, hogy tudom megoldani a konfliktust, ahelyett, hogy tudom, mint az ősi sebb, hogy mondd, hogy szép vagyok. Szép vagy, de tele vagy sebb. És a rossz gondolatok honnan jönnek? Rossz hiedelmekből, régi hiedelmekből, integrálatlan árny részünkből és belső konfliktusokból, megoldatlan traumákból magyarul. És mindegyikre van különféle technika, és amikor ezeket alkalmazzuk, akkor megszűnnek a rossz gondolatok. És ahogy én is tudom, dolgoztam magamon, és mondom, hát már tizenvalahány éve csinálom. Nem volt könnyű. Voltak olyan szakaszok, amikor nagyon megkönnyebbültem, és azt mondtam, hogy ez fantasztikus. És akkor azt csináltam, mint egy coach. Tanítottam, csináltam, és akkor eljutottam egy platóra megint, és utána megint, mintha kiborult volna a Billy. Mintha az előző munka nem ért volna semmit. És ez nagyon frusztráló. És akkor tanultam meg a spirituális pszichológiát és a kvantum pszichológiát, ami annyira ismeretlen a legtöbb ember számára, hogy én is, aki tátokta. Ezen a földön körülbelül 5 emberről tudok, aki ezt tudja, de benne vagy kedvesen meg én. És amikor ezt tudjuk, akkor tudjuk pontosan ezeket a kis gombokat, meg kapcsolókat úgy beállítani, hogy az élet itt fölül működjön. Tehát mi a rossz gondolat? Egy félelem, egy kísértés, egy rossz trauma, a belső bűntudatnak egy valamilyen szintű megnyilvánulása. És akkor erre van ez a technika, ez meg ez meg ez, és ahogy metódikusan alkalmazzuk ezeket a technikákat, csak úgy tudjuk a fizikai érzelmi, meg az érzelmi fájdalmat magunk mögött hagyni. Tehát tényleg lehet beszélni, spirizni évekig, abban nincs gyógyulás. Kell a tudás, az elvi síkon, és kellnek a nagyon precíz technikai, vagy bocsánat, technikák. A kettőt együtt kell alkalmazni. Mi a rossz? Tehát segített ez, vagy jól? Megválaszoltam a kérdést? Oké. Okay. Oké. Okay.
abszolút teljesíteni tagja is, szerintem sok kedves néző is jaj, azt értem, a egésznek a mechanikáját, az emelkedésnek. Én ezt pont aktuális témának tartom, és egyre jobban megyünk ebbe az időbe. Igen. Az, hogy kinél mi fog előjönni, azt, ahogy a tudja, majd elválik, majd visszibődik. Nálam viszont nagyon érdekes, mert ugye még 2020 decemberét, vagy jól nem még? Igen, decemberét. Igen, igen. Pontosan, pedig nem beszéltünk össze, és tényleg onnan jöttek nálam ezek a tünetek. Az életem, de jelenetem az biztos, igen, hogy nem egy ilyen szituáció, milyen hullámvölgyek kerültek, hol fent, hol lent vagyok. Nem tudom, olyan, mint a sokszor azt gondolná az ember, hogy depresszió, de nem. Nem szituáció. Depressziós, soha nem voltam. Bár mondjuk itt ugye ez a Covid, ez a átalakulás az, mit hoz ki az ember, hogy felbírja dolgozni, vagy de én bízom már. Igen. Sikerül. Beszél. Hát Robi, nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos beszélgetést, is tartalmas beszélgetést. Én szeretném, ha ez minden kedves nézőnk a hasznára és hasznára vált és kérdésére választ adna. Nagyon jó volt beszélgetni, Robi, és bízom benne, hogy fog még, sőt, biztos, hogy be fog még valamilyen témát előhozni, ami aktuális, vagy éppenség az emberiséget segítő szándékkal jön be a benne. Kérdések csak felől. Bízom az embereknek a hasznára lesz az a szerintem remek is beszélgetés. Ja, köszönöm én is. Köszönöm. Nagyon szívesen. Oké, látjuk egymást. Szia.